Azt a rohadt! Hát a Minecrafton is megérezte ezt a hatalmas bányát. Ó, úristen, mit találtunk, gyerekek? Hú-hú! Szavaszok, én Csepó vagyok, és itt lennék egy újabb hardcore résszel. És hát egyben az első videóval ebben az évben, igen, az első egy-két hétben nem nagyon voltak videók, de most már jönnek, nyugi, jönnek a videók ezzelre, csak kellett pihenni a múlt év fáradalmait, meg volt egyéb dolgom is, de most már jönnek a videók újból. Jön nem sokára az Oreos építőversenynek is a videója. Na de elsősorban, mivel most lement a nap, először megnézzük ezt a szép naplementét, másodjára pedig alszunk egyet, és ebben a részben, mivel az előző részben befejeztük a felfedezést, így ebben a részben házat fogok építeni, és hát van is egy pár ötletem, hogy milyen házat szeretnék, és hogy hova, viszont mivel ennyi víz van, és valószínűleg sokat fogok hajózni, így ami ott volt, ez a kis öböl, vagy ilyen kis... Megvan oázis! Na igen, és itt van valahol egy tök menő ilyen kis oázis. Amúgy itt is nagyon szép helyek vannak. Szerintem ez volt az, amit mi néztünk. Aha. Viszont én nagyobbra emlékszek ettől. Sokkal nagyobbra. Inkább még nézelődök, hogy hol lenne jó. Aha, vagy esetleg ide, mert az ötletem az az volt, hogy lehetne építeni egy ilyen kis, hát nem tudom, hogy nevezik ezeket, taviházat. Vagy egy házat ide a folyóba. És ez tök menő lenne, és innen tudnánk hajózni, mert itt nagyon sokat fogunk hajózni szerintem ezen a környéken, bár még aztán feleztük fel a szárazföldet, de... De én elsősorban akkor építek egy... Egy ilyen... legyen taviház, legyen az a neve, hogy taviház, de most nem jut eszembe az ilyeneket, hogy hogy hívják. Vagy meg lehetne ide is építeni. A franc tudja! Ez meg lehet, hogy túl nagy lenne ez a hely. Végül is ki tudok hajózni innen. Legyen akkor itt. Ha már ide pakoltunk, meg itt a karácsonyfánk is, akkor legyen itt. Ezt majd elbontom szerintem, és jobb lesz a kilátás. Sőt, ezt itt teljesen elbontom. És akkor még jobban egybekötöm. Ezt a kis folyót ezzel a nagy tengerrel, vagy kis tavat ezzel a nagy tengerrel. És akkor itt lesz a házunk. Jó, akkor el van döntve, ide építem a házamat. Csak előtte kéne anyagot gyűjteni. Mert hát sok fa fog kelleni. Meg sok fa. Mert egy szép nagy faházat szeretnék építeni. Jó, van helyünk is, mert lepakoltam mindent. Úgyhogy szerintem induljunk el fát gyűjteni gyorsan. Közben olvasok kommenteket is, a László Molnár írta, a gomba szigetre nem teremnek ellenséges mobok, szóval bármit építetsz ide, nem kell aludni. És én nekem ez valamiért nem jutott eszembe, de emlékeztem, hogy Minecraftban van valahol egy olyan hely, ahova nem spónolnak mobok, és nyugodtan lehet lenni. Csak már nem emlékeztem, hogy ez mi, meg erre nem is emlékeztem, hogy hol van, tehát hogy ezt majd fel fogjuk használni valamikor azt a szigetet. Pedig az, hogy picit messze van, De ez tök jó, hogy oda nem spónolnak mobok. Gyorsan kraftolok baltát, mert az fog kelleni. Lehet, hogy van baltám, de inkább csinálok, az a biztos. Csinálok kettőt. Azt szerintem bőven elég lesz. Jó. És milyen fából építsük meg? Kell sötét fa, és kell világos fa. És hol volt ilyen világos fás erdő, ahol ez a nyírfa van? Minden sima fának szerintem ez jó lesz. Ide majd úgy is fogok építkezni, szóval ezeket kivágom. Meg van amúgy nekem facsemetém is, úgyhogy szerintem simán újra tudnám ültetni. Itt a környéken kivágok egy pár fát. Meg igen, a slime-ok szerintem erről is valaki írt kommentet. Hogy... hogy holdfényben, meg éjszaka jobban spónolnak a slime-ok elvileg. És én ezt kipróbáljuk, és éjszaka eljövünk slime-okat vadászni. Mert fog kelni, mert annyiszor akartam ilyen redstone-os, meg sticky slime-os tucokat csinálni. Csak sose sikerült, mert
úgy lehetne tojást is gyűjteni. Mert most is találtam slime-okat. Úgyhogy, ja. Ezt meg már nem érem el, de jó. És nem is hoztam magammal semmilyen építőanyagot. Én egy ások földet. Egy darabot. Ez bőven elég lesz. Oh yeah. Sima fából gyűjtek egy csomót. Na, kezd eléggé üres lenni ez a hely. Majd lehet ide építkezni. Építeni valamit. Van már sima fám. Kéne még mondjuk fehér fát szerezni, meg sötét fát. Lássuk, valami fenyves. Ó, ott látok ilyen világos fákat, nyírfákat. Ó, meg látok fenyőfát is. Jó, akkor arra elmegyünk. És ja, lassan el lehetne kezdenem úgy készülődni a Netherbe is. Mert kéne szerezni nagyon sok minden a Netherből. Van már aranyam is szerintem, hogy ne támadjanak meg a... anyám, ezt meg egyszer ki kéne világítani. Szóval van most már aranyam is, meg aranycuccom is, hogy ne támadjanak meg a pinglinek, úgyhogy tök jó lesz. Nem mondom, hogy a következő részben, de... mondjuk szerintem következő rész után már le lehetne menni. És kezd sötétedni, jókor jövök én is. Itt két darab fenyőfa van. Jó, franc, hát ez nem valami sok. Van nálam ágy. Ó, akkor jók vagyunk. Hoztam magammal ágyat. Nagyon jók vagyunk. Négy először eljövök ide a fenyveshez. Vagy a francokat fenyveshez, a tölgyeshez. Vagy nyírfa. Nem tölgy, ez nyírfa. Nyírfáshoz, és utána visszamegyünk a fenyveshez majd. Hát, ha útközben találok még egy nagyobb fenyves, de nem hiszem. És ebből se sok van. Az a baj. Mindegy, szerzek szeplinget. És azt magammal viszem. Én úgy emlékszem, hogy valahol láttam egy ilyen rohadt nagy erdőt. Ahol csak ezek a fehér fák voltak. Na mindegy, közben alszok egyet gyorsan. Úgy. Úgyhogy közben feljöttem egyen, és találtam még egy jó pár fát, úgyhogy jó lesz ez. Ezeket kivágom, és ami saplinget szerzünk, azokat a helyére beültetem majd. Vagy nagyjából a helyére. Jó. Ah, és valamerre arra van a falu is. Majd kéne egy Minecraft rendszert csinálni. Ó, de jó volt ez a vasútam, hogy az előző hardcore-on valami mentünk az XP farmhoz. Ah, de kár ezeket nem lehet visszahozni, pedig tök sok mindent felhasználnék az előző hardcore-omból. Jó, nem annyira sok mindent csináltunk, meg nem maradtunk annyira nagyon durván, de hogy voltak egy-két menő dolgok. De visszanézem majd, vagy ti is leiratjátok a kommentből, hogy mi az, amit újból építsek meg az előző hardcore-ból, meg hogy mi az, amiket még amúgy is így pluszba építsek meg, amik jól jönnek majd nekem. Na jó, szerintem itt nem lesz már több ilyen fehér fa. One sapling, ez az. Yeah, kettő is. Ezt már vissza is ültetem. Ide, meg ide. Haza is kéne vinni egy pár csemetét. És akkor otthon is tudnám termeszteni ezeket a fákat, hogy ne kelljen rohangálni. Mert az úgy tök menő lenne. Jó, hogy tele vagyok fával, de hogy... egy helyen sok fajta fa lenne, és az tök menő lenne amúgy. Ágyamat azt nem hagyom itt. Ezt nem kéne itt hagyni. És... a fenyves. Ott látok a távolban fenyvest. Akkor inkább oda megyek, mint hogy azzal a két kis fával szenvedek, mert... elve sok idő lenne onnan fát gyűjteni. Milyen jó helyek vannak itt. És még ezek nagyon fel sincsenek fedezve. Wow. Meg a bányászni is el kéne majd menni. Ha találok valami normális bányát, mert én ezeket a rohadt nagy bányákat én... ezek nekem valahogy nem annyira tetszenek. Tehát, hogy nagyon veszélyesek, meg... alig találok bennük valamit, tehát, hogy így... ez még vágok ki innen fát. Hogyha találok. Szóval, ha valahogy kéne találni pici bányát. Vagy ha nem találunk pici bányát egy-két részen belül, akkor lesz az, hogy csinálok egy olyan bányát, mint ami nekem volt az előző hardcore-omba, és akkor
bányászok egy jó pár órát, azt felgyorsítom. És talán az lehet, hogy jobban megérni amúgy. Csak ahhoz még kell haladni, hogy olyan csákányaim legyenek, stb. Úgyhogy ja, de mindenképpen akarok majd egy olyan bányát. Ha nem találom pici bányát. Setting. Köszi. Ah, még egy, olyan. Yeah. Merre volt a fenyves? Jó felhaladok amúgy? Ó, malacok, sziasztok! Méhek is vannak! Oh yeah! Szerintem jó felhaladok, csak nagyon messze volt ez a fenyves. Ó! Találtam egy normálisnak tűnő bányát! Hoppá! Na jó, bocs, de egy gyorsan körbenézek, mert ez... Ez jónak tűnik. Hát... Érdekes, mindegy, szén az már van, abból azt kiszedem. Szén az még jól fog jön, ezzel én úgy sokat fogunk sütni még. Meg hogyha később szeretnék csinálni valami kajafarmot, olyan automatikus kajafarmot, és abban sok szén fog kelleni. Nagyon sok. Mert akarok egy még sokkal nagyobb, hatalmasabb farmot csinálni, mint amit az előző árkorban csináltunk. Viszont annak így igazából nagyon sok értelme nincs, mert vannak attól effektív farmok is, például egy csirkefarm, vagy valami. De hogy akarok egy olyat is csinálni majd. Jó, itt a szenet összegyűjtöttem. Szevasz, Trapper. Erre nincs senki. Úristen. Ez egy nagyon furcsa bánya. Vagy barlang. És persze, hogy víz alatt van minden jó dolog. Én ezt nem értem ebben az új generálásban. Ott is láttam vasat, meg egy csomó mindent, és így víz alatt van. Na jó. Erre nem kéne leesni, de le lehetne nézni valahogy. Vagy itt lemászok esetleg. És akkor felderítem ezt a helyet, vagy mi mielőtt lemásznánk, el lehetne ide is nézni. Ó! Akkor gyűjtök már egy kis szenet, hogyha eljöttünk. Na mindegy, az első része akkor a videónak egy kis felfedezés, anyaggyűjtés lesz. És akkor a második felében meg megépítjük a házat. Ez a tudsz nekem nem kell, ebből már van egy csomó szerintem. És itt is víz van. Na ez már jobbnak tűnik ez a rész. Úristen. Még egy ilyen... A föld alatt tízét kéne találni. Mineshaft vagy mi az. Abban nagyon sok jó dolgot lehet találni. Úristen, ez mi? Ez egy ilyen föld alatt ilyen kis... búvóhely? Azt a rohadt! Ez jó nagy basszus! És ennyire el volt dugva a bejárat. Úristen, de menő! És most hol vagyok amúgy? Nagyon eljöttem már. Kezd lefele menni a nap. Úristen, mennyi méhecske! Azt hiszem, arról jöttem, ja. És erre lesz a fenyves. Smaragd! Oh, wow! Ezt gyorsan kiszedem még mielőtt megfeledkeznék róla. Meg egy csomó szén is van itt. Ja, érdemes lenne majd bányászni a hegyekben is. Mert megéri. Most nagyon sok mindent lehet a hegyekben találni. És nekem egy picit így lesnem kell. De, ja, emeráldot lehet nagyon sokat, vasat és szenet a hegyekben találni. Szóval, hogyha ezeket keressük, akkor érdemes a hegyekben bányászni. Úristen, ez mi?
Azt valahogy még leszedem onnan. Így. Nem tudom, ez hány darab lesz. Van nekem olyan szerencsés? Szerencse kettő ásó. Az arany csákánya nem lehet kiszedni. Ó, baszki! Jó, hát... hibáiból tanul az ember. Mi a franc? Aranyra ezeket nem lehet kiszedni, akkor igazából ez a szerencse kettes aranycsákány, ez semmit nem ér. Ó, anyám. Jó, mindig van egy szerencse kettes aranycsákányunk, de igazából ez semmit nem ér, mert egy gyémántcsákányra kéne ezt a szerencsét rárakni. És akkor úgy talán érne valamit. Mindegy, majd még találunk smaragdot. Ha ott indultam el a bányába, ott van lejárata. Tehát gyorsan fedezzük fel a bányát, addigra kivilágosodik. És reggel begyűjtjük még a fenyőfát. És akkor menjünk építjük a házunkat. Ja, mert már kezdenek gyűlni a mobok. Ja, Istenem. Jó. Itt talán biztonságban vagyok. Talán. Mert ugyanúgy lejöttnek ide mobok. Szóval igazából... Áó. Kajálok egyet. És ezt el kéne kezdeni kivilágítani. Meg felfedezni. Te jó Isten, szerintem ez az volt, amit láttunk a legelején, mikor leszpónoltunk ebbe a világba. Szerintem ez az a bánya. És ez amúgy nagyon durván jól néz ki. Te jó Isten. Ó! Van vas, csak nem láttam. Gyorsan kiszedjük. Elbújt a vas. Hát ez egy darab vas volt. Jobb, mint a semmi. Ó, van még több vas. Hoppá. Jó. Réz, azt szerintem nem kell, mert már úgyis gyűjtöttünk abból elég sokat szerintem. Itt van még több vas. Jaj, csak hogy menjek le oda, arra mi van. De meg gyorsan benézek. Nem akarok meglepetéseket, hogy rámessenek. Jó, itt szén van. Hát ez igazából ennyi. Tök jó. Megint kibányászunk egy jó darab szenet, ez az. Hú, jó. Mehetünk is tovább, és szerintem nem is hoztam magammal másik csákányt. Na mindegy, talán egy... Hát mondjuk nem hiszem, hogy elég lesz. Még talán egyet csinálok, hogyha majd ez eltörik. Merre kéne tovább menni? Ott még van egy vas. Szóval valahogy meg kéne szerezni. Jaj, anyám. Csak nehogy innen elökjön valaki, mert nekem annyi. Vízzel le tudnánk oda menni, és ott látok resztont is. Meg ezt a vasat valahogy kiszedjük onnan. És majd lent felszedjük. Ja, valahogy így. Anyám. Kérlek, pattanj ki! Ah! Ez az? Hát, mindegy. Valahogy majd megpróbáljuk felszedni. És persze, hogy a láva mellett van a vas, mindegy, azt a lávát meg kéne próbálni elzárni valahogy. És akkor ki tudnánk bányászni a vasat. Meg arra is el lehetne nézni. Jó. Kicsit kivilágítom ezt a helyet. Megpróbálom elzárni a lávát. Az még sokkal lejjebb van, basszus. Jaj, anyám, miket nem csinálok én. Ez jóval lentebbről kéne.
Valahonnan innen. Jaj. Remélem, addig kitart a csákányom. Nagyon remélem. Már nem sok van belőle. Aha, talán így jó lehet. Ne törj el, csákány. Jók vagyunk. Oh yeah. Eltört a csákányom. Mire tudjuk magunkat még építeni? Nincs itt senki? Oké. Okay. Rossz erre raktam, de mindegy, jó az. Szépen lejövünk. Ez az. Honnan folyik ez a láva? Mi a franc? Jó, nincs felettem sóder. Jó. Innen folyik. Ha! El vagy zárva, láva. Jó, itt nincs semmi, ahogy látom. Mobok sincsenek. Nagyon jók vagyunk. Csak mire ez a láva el fog innen tűnni. Főleg, hogy nem is zártam el teljesen. Na, így már jobb. Jó, na akkor ezt a helyet felfedeztük, szerintem utána megyünk tovább, és akkor vágunk fát. De erre kíváncsi vagyok erre a helyre amúgy. Ez nagyon menő. Lehet, hogy jobban nézett volna ki lávával, de így... így biztonságosabb. És most inkább a biztonságosságra megyünk. Hogy valami szép legyen. Jó, itt nincs semmi. Tök jó. Kivilágítjuk fákjával, szép lesz az úgyis. Kéne gyorsan csinálni egy csákányt, vagy két csákányt, mert az... az már eltört. Eltörött a csákányom. Jó. Oké. És csinálok mondjuk... hát van jó sok stickem, mert vágtam fát. Csinálok két csákányt. Jó, szerintem ez már elég lesz. Egy darabig. Aztán több szél lesz, na mindegy. Meghalt egy denevér, és már reggel van, mi a franc? Hát jó, szépen lassan ki tudjuk most már szedni innen a vasat, de ez még mindig nagyon életveszélyes. Jó. Eljutottunk a vashoz, gyerekek, úristen. Yeah. Egy vas. Két vas. Három vas. Négy vas. Oh yeah. Úristen, lesz még itt mit felfedezni, mit ne mondjak. Oh, anyám. Na jó, nézzünk vissza. Fent már szerintem nincsen semmi. A vízzel le lehetne mászni. Creeper az van. Az nem jó. Úristen, milyen bély ez a... Úristen, mit találtunk, gyerekek? Hú-hú! Na, az egy menő hely. Szerintem lemászunk először arra, megöljük a creepert, meg a mobokat, meg ami ránk támadhat. Ott is van redstone. Istenem, felfedezzük azt. Na jó. Te jó Isten. Valaki? Jó, most nem látok nagyon is semmilyen mobot itt, úgyhogy megpróbálok leereszkedni. Jó, csend van. Eddig jónak tűnik. Van arany is. Vas.
Vannak itt mobok, de annyira nem vészes szerintem. Jó. Nagyjából szerintem biztos. Meg tök világos amúgy az egész. Nagyon durva. Sose volt ilyen világos, miközben bányáztam a föld alatt. Hát azért kivilágítom nagyjából. Hát vannak az émobok bőven. Mit nem mondjak? Tök jó hangjuk van ezeknek a... Ezek mik? Szóval tök jó hangjuk van ezeknek a blokkoknak. Óram Isten, ez rohadt nagy ez a hely. Á, jönnek a... zombik. Ami nem annyira tetszik, mert szerintem tudnak többen is ide spónolni, ha megölök egyet. Bár nem tudom, mi volt ott az előző bányánál, ott nagyon sok zombi jött utána. Jó, szerintem kezdjük el kivilágítani még jobban. Jaj, szavasz Creeper! Úristen, de nehezen lehet itt észrevennem bobokat, te jóisten! Nehogy felmenj! Hajj meg! Robbanj fel, vagy nem tudom. Jó. Közben kajálok egyet. Amint megszabadultunk minden mobtól itt lent, elkezdhetünk bányászni szerintem. Jó, hogy gyűjtöttem egy csomó... Egy csomó... szenet, mert fákját az fog kellene csinálni bőven szerintem. Na, de legalább gyűjtjük az XP-t is. Nézzük a jó oldalát. Mobiléssel sok XP-t lehet gyűjt. Ó, basszus. Ettől féltem, egyre sok, egyre több zombi fog jönni. Aha. Ami nem jó. Ó, anyám. Akartam mászni a vizen, de valamiért nem jött össze. Ezek egyre többen jönnek, mondom én, de mi a franc? Régen nem volt ilyen, vagy de? Mi megöltem pár zombit is, egyre több spawn volt. Ezekem nagyon nem tetszik, au. Gyere zombi a halálba. Fú. Jó, még nem vagyunk éhesek. Kéne még fákja. Kéne még fákját csinálni gyorsan. Csinálok jó sokat. Az a biztos van 44. Jó. Most megint csend van. Aminek örülök. Pff, basszus. Úristen, mennyi creeper. Hogy lett itt ennyi creeper hirtelen? Hozták a zombik a creeperöket magukkal? Vagy mi a franc? A szemem láttára spawnolt oda egy zombi! Mi a franc? Az nem is zombi, az csontváz. Még jobb. Anyám. Gyere, játsszuk le! Ha jönnek a zombik, de jó. Hú, eldobott valamilyen sisakot, ez tök menő. Remélem, hogy kivilágítom, az megszünteti a mobok spónolását. Bár nem úgy érzem, nem tudom, olyan, mintha itt folyamatosan spónolnának. Attól függetlenül is, hogy kivilágítom, vagy Jézus Isten. Hát lesz XP szintünk bőven, az biztos. Ó, anyám. Mindjárt kell csinálom egy karot is, szerintem. De akkor még durvább karot kéne csinálni, ha találunk valami durvább cuccot. Ott van egy csapat creeper, ami nem annyira tetszik. Jó, elkezdem kivilágítani nagyon durván. Hogy van ott? Úristen! Hogy van ennyi mobit lent? És miért? Hosszú lesz ez.
Hú, jó. Nagyon durván befoglaltuk magunknak ezt a barlangot. Ugye meglátjátok, hogy hol vagyok, már nagyon messzire jutottam. És nagyon sok ércet találtam, szóval lehet, hogy tényleg így még több ércet lehet találni, hogy járkálunk így a barlangokban, de hogy ez nagyon durva, tehát hogy így... Mi volt ez a hang? Ja, hogy ez a kő. Úristen. Szóval, hogy olyan helyeket találtam, nagyon durva. Meg annyi ércet. Jó is. Ennek is zsákutca a vége. Nagyon sok vasat találtam végre. Egy dolgot nem találtam még. Gyémántot. Azt még sajnos nem találtam, de nagyon sok minden mást igen. Hát, ó, zombit hallok. Meg az a durva, hogy mennyire durván mélyre lehet most már menni a barlangokban. Meg hogy mekkora barlangok vannak. Tehát, hogy így, ah. Hát csak sok idő volt, még kiirtottuk a mobokat. De szerintem itt egy óráig el lehetne bányászni, vagy szerintem 2 óráig simán, mert nagyon durván sok minden van. Ó. Enderman. Szóval vasból már nem lesz hiány. Á, szevasz Enderman, majd őt is kéne ölnünk valamikor. Csak nem most. Vagy próbáljam meg. Hát az a baj, gyenge felszerelésem van, szóval inkább még nem próbálkoznék meg. Majd valamikor fogok. Ó, sima vas is. Hamarabb ki lehet ásni a sima vasat, amúgy azt vettem észre. Mint ezt a fajtát. Te jó Isten. Jó, elkezdtünk ahhoz a... Lapis! Elkezdtünk ahhoz a ponthoz, sok lap is, hogy most már van elég vasunk végre, ami tök jó. Erről még vannak mobok. Á, megint elfogyott a fákjám. Nagyon sok fákja kell, az a baj. Nem baj, csinálok még fákját. Ezen nem újjon. Így. Még több fákja. Gyere, zombi! Az egy fákját még felveszem. Át tud jönni? Át tud jönni. Gyorsan megöljük. És kéne lassan egy karot is kraftolni. Mert... Ó, Istenem! Gyertek még többen, mert hogy... Ez már nem sokáig fogja bírni. Főleg, hogyha ennyi zombi jön. Jó. Nem értem amúgy. Nem értem, hogy hogy. Hogy jön ennyi? Jó. Még több fákja. De még felnézek. Mert ez még elég érdekesnek tűnik ez a hely. Ó, ez egy sima bányának tűnik. Ez se rossz, csak itt nem nagyon van semmi. Jaj, egy nagy zsákutcát, köszi. Szeretlek-e Minecraft? Baszki. Itt még több minden van, mint én gondoltam. Mindegy, gyere lap is, kiszedlek. Kell az enchanthoz. És már helyem sincs. Olyan szar a hangja ennek, miközben törik, mint ha valaki itt mászkálna is, kb. Mindig megijedek. Közben nem is kéne megijednem. Ott van még redstone, azt ki kéne szedni, meg itt is van még több vas. Meg itt van az endermenünk is. Nagyon jó. Úristen! Rohadt nagy ez a bánya, tehát hogy nagyon durván nagy. Jó. Virágítás. Erre mi van? Úgy nagyon szép ez a bánya. Ez a fajta. Csak alig lehet észrevenni valamit. Vas.
Anyám. Aha. Ide még gyorsan felnézek. Nem akarok meglepetéseket, hogy rám essenek. Ne essen rám semmilyen meglepetés. Jó, ez csak ennyi volt szerencsére. Ah. Arra még lehet valami. Jól kivilágítjuk. Ó, vas! Na, ez tök jó. Nagyon sétál egy csontváz. De ezek a barlangok nagyon... Hogy néz ki ez a barlang, te jó Isten? Aha, még több vas, még több le... Úristen. Ezt valahogy ki kéne szedni. A vasat. Nem tudom, hogy lejjebb menjek-e. Van nekem kedvem még lejjebb menni? Nem, hogy vasat azt kiszedjük meg, amiket látunk. Legalább nem térünk az üres kézzel, nagyon durván teli kézzel jutunk haza. Az biztos. És már Restone is van egy csomó. Csak helyem nincs. Na jó, mi nem kell? Gránit nem kell, andezit, mert ezeket gyűjtöm, hogyha kell. Föld sem, tojás sem. De hol van ez a csontváz, amit hallok állandóan? Yeah! Redstone. Lesz sok redstone-unk. Jajaj. Ó, anyám. Megvan, hogy szerintem honnan hallottam. Jó, én ezt majd legközelebb felfedezem most. És elég lesz az a bánya, amit kivilágítottunk. Még azt onnan is szedtük ki a cuccokat amúgy, csak kivilágítottuk. És eljöttem ide. Na, van még ott Restone, de az én bányámban is van egy csomó Restone, úgyhogy szerintem haladjunk. És megpróbálom megjegyezni, hogy ez hol van. Ó, vas. Sok vas! Ah! Végre! Ah, de jó. Van nekem már full vas felszerelésem? Hát, van full felszerelésem, csak nem vas. Majd kéne egyet csinálni. Jó, erre már nincsen semmi. Jaj. Ezeket még kiszedjük. Ah, még több lap is, ez az. Még több vas. Meg még több vas. Lehet arról valam a csontvázat? Ó, oh, szerintem ez az a hely volt, ahol ezelőtt bányáztunk. Ide nem akartam bemenni. Hát, ja, lehet majd legközelebb folytatjuk akkor ezt a helyet. Ezt a kis vasat még kiszedem. Ezt nem hagyom itt. Még mindig van vas. Gyere! Jó. És még itt is van vas. Ahogy láttam, ott nem néhány vannak ércek. De hol van ez a csontváz? Itt sétál a nyakamon. Mi a franc? Hogy valahova be van ragadva. Jó, mindegy. Ezt már sosem tudjuk meg. A szín... Szín azt szerintem még kell. Azokat még szerek útközben. Jaj.
basszus, az milyen zombi? Az valami falusi, nem? Anyám, de csúnyán nézel ki. Gyere, harcoljunk meg. Úristen, mennyi Enderman. Ezekből még több van, ajaj. És megint rám fog spónolni, vagy 6 milliárd, nagyon jó lesz nekem. Na gyertek! Küzdjünk meg. Ezek a barlangok kb. Most már végtelen bal. Tehát ha beletalálsz egy olyan barlangba, az kb. Végtelen. Tehát nincs az, mint régen, hogy mentem vagy kettőt, háromat, és akkor így zsákutca, meg már nincs tovább. Ezeket egész életedben felfedezheted, itt mindig fogsz valamit találni. Nagyon durva amúgy. Jó. Arra már nincs semmi. Ezt el kéne zárni, mert ez engem zavar. Jó. Kiszedjük a redstone-t. Ne esd bele a lávába, kérlek. Leesett, na mindegy. Azért már mindjárt lemegyek. Yeah! Erre valaki? Ó, basszus. Erre valami értékes. Még nagyon jól néznek ki ezek a ezek a bányák. Van egy csomó arany. Ez menő. Meg ezek a hangok, ahogy bányászok. Megint nincs helyem. Mi nem kell. Bölcsisak, védelem 2, tűhetetlenség 2. Ez elég agyinak tűnik. De miért nincsenek a mobokon olyan felszerelések, hogy gyémánt felszerelés, vagy vas? Az még menő is lenne. Szia, de nevér. Ugye nem ijesztettelek meg? Hihihi. Az a baj, nem szeretem, hogy olyan felettem valami, mert rám esett bármi. Hát, ha nem fog. Úristen. Szavasz, Creeper. Gyere, küzdjünk meg. De nagyon hangulatosak ezek a bányák amúgy. Szóval ez már nagyon tetszik nekem. Ez a része. Kéne kajálni. Ó, basszus, nem hoztam magammal több kaját. Hát végül is nem bányászni készültem. Az biztos. Nincsen kajcsi. Ami nem jó. Hogyan lehetne itt kaját szerezni? Ez itt a kérdés. Jóisten! Hol fogok én itt kiukadni? Jajaj. Itt lába van, az nekünk nem kell. Arany! Ó! Oh. Nice! Még több arany. Kis vas. Az mindig jól jön. Jó. Szóval megpróbálok nem futkosni, és akkor talán kibírja a kajánk. Nem tudom. Csak van nálam valami, amit lehet enni. Max, megeszem a rohadt húst. Igaz, hogy megfertőződök tőle, de belehalni szerintem csak nem tudok. Remélem, hogy nem tudok belehalni. Valamit hallottam. Nyersvasat nem tudom elrágni. Aranyrépa, de azt meg nem kéne használni. Hát marad a rohadt hús. Jobb, mint a semmi. Hellóka, valaki még? Valahol? Ez ennyi volt. De attól menő volt. Nem, még arra van azért. Kis arany. Csak az, hogy ebben a bányában annyi fákját kell felhasználni, hogy én beszarok.
Tehát, hogy így nagyon durván sokat. Nagyon menő ez a hely. És kéne, hogy mineshaftet, vagy valami föld alatti cuccot találni, és abban még kaját is. Esetleg, hogyha szerencsénk van, kaját is találhatnánk. Kenyeret vagy valamit. Van sok aranyom. Yeah. Kell megint fel kell csinálni, nem hiszem el. Még legalább van fánk egy csomó, az a jó, csak nem erre akartam elhasználni ezt a sok fát. De mindegy. Jó. Erre mi van? Erre mintha jártam volna már. Szerintem megvan, hogy hol vagyunk. Ide nem akarok most menni, hanem majd legközelebb, és ott bányázgattunk fent. Na jó, haladjunk majd, ezt majd felfedezzük máskor. Nagyon durvák ezek az új barlangok. Kb. El lehet bennük veszni. Jó, akkor itt ki van világítva már minden. A térkép is. Még a térképen se vagyunk rajta, de rossz. Ezt a sapkát ezt én dobtam ki. Szevasz, Enderman. Biztos kihagytam valamit, de akkor majd ordítsatok lent a chatben, és akkor talán majd visszajövök érte. Még van egy restón. Meg itt is volt egy, de azért nem mentem le, na mindegy. És el se érem. Talán így. Ó, anyám. Hups. Ez az. Megszereztem, je. Yeah. Arra már voltunk. Még van vas. Ezt kiszedjük. És akkor mindig fel kell néznem, hogy járkál-e itt valami, mert teljesen olyan hangja van, mikor bányászom ezt a fajta követ, mintha járkálna itt valaki. Arra nem tudom, hogy menjek-e. Tudok egyáltalán arra menni? Hát így tudok, hogyha egy átépítem magam, de... Megírja arra menni. Valamilyen mob? Néha így fogják magukat a mobok és eltűnnek. És így egyet se látni. Ami nem baj, csak furcsa. Jó, itt van láva. Jaj, nehogy ránézzek valakire. Hát itt nem sok mindent látok arra felé. Jó, ezeket kibányászom és haladok visszafele. Mert mi mondtam, ott már ki van világítva az egész bánya, úgyhogy már csak ki kell szedni a dolgokat. Ott is van még fent. Gyere ide. Ó, 25-es szint. Oh yeah. Nagyon jók vagyunk. Még van vas, de azt nem tudom, hogy elérem-e. Ott fent, úgyhogy inkább haladjunk. Kiszedem innen. Szóval hogy nem szedtem ki, pedig itt jártam. Na mindegy. Ott is van még vas. De az is szenvedés lenne. Ó, felettem meg víz van. Szerintem inkább haladjunk. Lassan kell kaját szereznünk. És igazából erről jöttem, csak ennek a barlangnak a végén még megtaláltam ezt a másik barlangot, úgyhogy tök vicces. Nincsenek mobok szerencsére, tök jó. Aha, ott van fent vas. Meg itt is van lent egy csomó vas. Oh yeah. Nagyon sok vas, és ez a könnyen bányászható vas. Oh yeah. Szedjük ki még azt is onnan gyorsan.
Yeah! Sebződni sem nagyon kéne, mert nem sok kaján van. Ah! Hups! Megnyitottam a vizet véletlenül. Na mindegy, úgy sem megyünk már arra szerintem. És még ott volt vas. Azt még ki kéne valahogy szedni. Hő! Mondjuk így. Ja. Oh yeah. Mehetünk is tovább. Ó, redstone! Sok redstone. Ah! De miért van itt víz? Mi a franc? És beleesett a redstone-om. Whee! Vannak valami értékes dolgok legalább. Gyorsan megnézem. Nincs. Jaj! Majd ha lesz menő felszerelésünk, hogy kiugrottam a vízből, akkor majd kéne ilyen tengereket is felfedezni. Nem tengereket, hanem ilyen víz alatti barlangokat is felfedezni majd. Jó. Itt van arany. Vas. És igazából ennyi. Vagy nem. Nagyon furcsák ezek az új barlangok. Hát ott nem látok már lent semmit, úgyhogy kiszedjük a vasat, yeah. És csakára felhasználtam a második csákányomat, mert ez is el fog törni. De szerintem ez a két csákány pont elég lesz erre az útra. Nagyon sok arany. Jó, itt a másik. Oké. Azt rohadt mennyi. Úristen! Jó. 30 aranyt. Jó, nem tudom mi használt fogom menni. Á, mondjuk tudok ilyen aranyalmás, aranyrépás cuccokat csinálni. Meg a Netherbe arany cuccot esetleg magamnak valami sajátot, de már mondjuk van. Na mindegy, azért kiszedem, mert menő. Majd megcsinálunk ilyen aranytömböket, és akkor vagánykodunk vele, hogy tehát, hogy mi nekünk már van aranytömbünk, és akkor mi vagányok vagyunk. Vagy nem tudom, úristen mennyi szén. Oh! Jó, és itt van a bányánk, amit kivilágítottunk végre. Hát így már azért jobban látszik, hogy mi van itt. És onnan jöttünk valahonnan, úgyhogy ja. Azokat még le kéne onnan szedni. Vas. Egy darab. Volt még itt valami? Mi a... Ez le tud jönni a zombi? Vagy nem tud? Haha, nem tud lejönni! Bén a zombi! Úristen, mi van itt? Te jó Isten, én nem meg tudom őket ölni. Azt a rohadt! Ez valami spawner? Ez lehet egy spawner találtunk, emberek! És ez sincs messze, ahol lakom, vagy onnan, ahol lakom. És akkor tudunk XP farmot csinálni. De jók vagyunk. Na jó, ezt valahogy ki kéne világítani. Csak nincsen kajám. Jó, akkor ezt itt hagyjuk, és vissza fogunk majd jönni ide. És kivilágítjuk. De nagyon durván. És csinálunk egy XP farmot. Na, ez tök menő. És nincs is annyira messze a házamtól, szerintem. Ja. És nagyjából meg kéne jegyezni, hogy hol van ez, a koordinátákat, és akkor fentről le tudnék ásni. Lehet, ez talán még jobb lenne amúgy. Hogyha innen felások... nem tudom. Úgy tudok így is XP-t gyűjteni, úgyhogy ez tök menő. Ugye nem tudnak beesni, max a pici zombi van, akkor ő be tud, de csak nem lesz.
Azt rohadt. Jó, hát ez még nem világítja ki őket, de legalább világosabb van valamennyire. Csak az a baj, nincsen kaja szintem. Akkor még ki is világítanám, hogyha lenne. Á, már spónolnak. Na jó, inkább menjünk. Karom is már mindjárt eltörik, úgyhogy... úgyhogy nem kéne játszadozni. Mi volt még itt lent? Lap is. Jó. Arra már... itt van vas. Arra lentebb már nincsen semmi. És remélem, hogy mire végzek a bányászással, nappal lesz, és nem éjszaka kell hazamennem, mert éjszaka nem nagyon tudnék így ennyi kaja szinte hazamenni. Az biztos. Jó. Ott még fent van valami. Mik ezek a hangok? Még azt a kristályos cuccot se fedeztük fel amúgy. Ó. De menő ez a hely. Azt rohadt. És erre van valami. Nos, sok minden, majd erre is elnézünk, de jó. Nem dolgokat lehet így fel, nem is gondoltam volna, hogy itt egy ilyen lesz. Tehát, hogy így, de azt hittem, hogy csak valami kis üres valami van, egy kis barlang kezdemény, de nem. Nagyon menő. Jó, itt visszalásom magam. Még itt is van vas. Mennyi vas, te jó Isten. Innen is kiszedem. Jó. Ah, most nem tudom felszedni a vasat sem. Mi a franc? Nyílvessző ez nekem most nem kell. Inkább vasat gyűjtök, mint nyílvesszőt. Ó. Oh. Ez is zsák utca? Nem baj, legalább van vas. Yeah. Ha nagyon sok vastucot fogok csinálni, az biztos ennyi vas bányászat után. Meg valami restont is össze kéne dobni. Most már van sticky slime-unk is. Sticky slime? Jó, a slime az nem úgy sticky, de hogy most hát tudunk sticky pisztont csinálni a slime-ból, ami menő. Íj, anyám, erre mi van? Csontváz van. Jó, ezt én inkább feljövök, oda majd később megyünk. Legalább lesz még majd mit felfedezni később, ha majd lejövünk. Csak el ne felejtsem, hogy ezeket majd fel kell fedezni. Jó. Itt már szerintem nincs semmi. Ezt még itt kivilágítom. Kezdek nagyon éhezni, ami nem jó. Még van néhány vas. Mert azt hiszem, a bányászat is szed le kaját, de nem annyit, mint a futkározok. Szerintem. De nem tudom, mert hogy bányászattal is csökken a kajaszintünk. Szóval ezzel csak picit fogtam vissza, hogy nem futkosok. Attól még ugyanúgy fogyik a kajaszintem. Felül még ott van vas. De az jó, hogy ebben a nagy bányákban sokkal több minden van, mint egy kisebb bányában, mondjuk az előző verzióban. Szóval ez tök menő. Csak hát több érc van, és ezzel egyidejűleg több mob is van. Ami már nem annyira jó, de mindegy. Valamit valamiért...
tudom még szedni ezt az utolsót. Yeah! Van még szín. Hát az többit már szerintem nem szerem ki, mert is van elég szenem. Ez már csak szenvedés lenne. Vagy de. Hát, ami ezzel érek, azt kiszedem. Jó, az ennyi volt. Itt is van egy kis vas, meg egy kis arány! De. No, no, no. Pici zombit nem akarok. Jó, ezzel valahogy megküzdünk, mert nem sok kajaszintünk van. Talán így meg tudunk küzdeni fentről. Csak lejjebb kéne magam ásni. Nem tudsz innen megsebezni, nem? Ügyes zombi. Nagyon ügyes. Hajd meg szépen. Nem baj, van baltánk. Nyugi van, gyerekek. Baltával is lehet szépeket sebezni. Jó, és most remélem, hogy nem spav... Nem spavonol le újabb zombi. Ott hagytam egy vasat. Inkább nem eszek addig rohadt húst, amíg nagyon nem kell. Á, de azon nem érek fel, mindegy, hagyjuk szerintem. Jó, ott még van vas. Ide spónolt a kis rohadék. Ja, arra még nem sikerült kivilágítanom, úgyhogy azt majd legközelebb. Még egy arra... Ó, basszus. Még egy arany. Jó. Itt már szerintem nincsen semmi. Kéne még fákja, és... Hát pont vagy esteredik, vagy pont reggeledik, én ezt nem tudom eldönteni. Mindegy, van ágyunk, úgyhogy ez tök jó. Csinálok még pár darab fákját. Nem sokat, csak egy párat. Na, 32 az elég lesz. És picit itt még kivilágítom azért. Ó, varázsló. Vagy mi a franc? Witch. Te maradj távol, kérlek. Jó. Ezt még jobban kivilágítjuk. Jó, itt már nem nagyon vannak mobok, oké. Okay. Szóval később felfedezzük még jobban, te ne gyere a közelembe. Remélem nem jössz a közelembe. És ezeket még kiszedem addig gyorsan. Ha az elkezd közeledni, én futok. Hova lett? Mindegy, van aranyalmám, nem arról van szó, csak nem most akarnám felhasználni az aranyalmámat. Az, az igazság. Szerintem a másik irányba ment, mert már nem látom. Jó, erre volt-e még valami? Szerintem nem. Ott még van vas felül. Ezt gyorsan kiszedem. Nem is vas, arany! Tök menő. Jó. Akkor azt az irányt is majd felfedezem legközelebb, meg ott volt az a kristályos cucc. Az jól meghalt. A kristályos cucc is. És azt is szerintem legközelebb majd fel fogom fedezni, mert már nincsen kajám, meg tele az inventorim, úgyhogy az majd legközelebb lesz. Ezeket még mindenképp kiszedem. Így.
Fú, na hát ez egy jó kis bányászat volt. Nem rossz ez az új verzió, csak vigyázni kell nagyon, meg jó bányákat kell kifogni. Az, az igazság. Jó. Na, milyen év napszak van? Éjszaka. Akkor szerintem mindjárt alszunk egyet. Esik az eső is. Hát akkor biztos, hogy alszunk egyet. Hülye csontváz. Oh, elfelejtett engem? Hogy mi a franc? Ah, ennek örülök. Jó. Csak azért nem akarok most küzdeni, mert mobokkal, mert hogy nincsen sok hát kajaszintem, és így nem töltődne vissza az életem. De valahogy mindenképp haza kéne jutni. Jó, alszok egyet szerintem. Itt talán nincsenek mobok. Talán. Ja, tudok aludni. Tök jó. Na jó reggelt mindenkinek. Szóval, mobok azok maradtak. Nem tűntek el. De kár. Jó, remélem nem lő meg engem senki, és szépen hazamegyünk. Hú. Jók vagyunk, és abba az irányba is majd el kéne menni. Legközelebb. Hogy jöttem én itt le? Ja, ugye a vizen? Szerintem a vizen jöttem le idáig. Na mindegy, szerintem eléggé jól jártunk. Megtaláltuk azt a kristályos cuccot is. Zombie spawnert is találtunk, tehát tudunk csinálni XP farmot. Úgyhogy nagyon jók vagyunk. És mi volt az úti célja? A fenyőfa. Szóval a fenyőfát azt még mindenképpen kéne vágni. Szerezni. Jó reggelt mindenkinek. Szóval. Valami kaját gyorsba kéne szerezni. Halé. Talán erre fogok valami húst találni. Nagyon remélem, hogy fogok valami húst találni. Úristen, erre is van egy rohadt nagy bánya? Vagy nem? Vagy ez csak egy valami víz alatt ízé? Na mindegy. És hol volt a fenyves? Hol voltak a fenyők? Valahol erre még mindig nem találkoztam vele. Hm. Még egy bánya. Szóval vágni kéne ebből a fából. Itt is van egy jó nagy, ujjjjjj. Yeah. Jó nagy példány. És még kéne hely is a tölgyfa, a fenyőfának, az a baj. Kaja! Kéne valami kaja. Szerintem ezen túl van. Biztos, hogy ezen túl van. Ah! Oké, okay, jók vagyunk. Azt rohadt! Hát a Minecrafton is megérezte ezt a hatalmas bányát. Ó, te jó Isten. Hát van itt egy kis fenyves, meg egy rohadt nagy bánya. Megint. És semmi kaja. De még csirke sincs? Semmi? De így elnézek erre. Hát ha erre lesz valami. Nagy erdő. Méhecskék. Na mindegy, vágjunk fát, szerintem még ennyi HP-val kibírom hazáig. Aztán max eszünk otthon. Jó. Látunk egy kis vasat is. Ó, oh yeah, egy darabot. A már creeper is lent, az nem jó. Még több vas. Nice. Még egy kis szén.
Ez se egy túl nagy fenyves, ahogy látom, de... Jó lesz a spárfát gyűjteni. Na, valami kaja... dzsungel! Asztrohat! De majd oda is elmegyünk valamelyik részben. Hát ez nagyon jó helyen van. Másik hely lenne nekem jó, mert azon több van, de... mindegy. Van itt egy darab. Kivágom akkor ezt az egy darabot. Szerzünk szeplinget, és lehet az lesz, hogy otthon növesztünk majd ilyen fát, mert... Valamiért én nem találok erre fele sok fenyvest. Vagy sok fenyőt. Hát lent még van egy pár. Meg ott van az a dzsungelfa is. Ja, hogy nincsen helyem. Aha. Andezit az nem kell. Jó. Meg kéne szeplingnek is hely. Gránit se kell. Ne gyere vissza! Gyere szepling, haza akarlak vinni. Persze, sticket már dob, de az se kell nekem. De eddig kivágom azt a fát is. Még több szén, persze, de ennyi szén már nekem nem kell. Nem tudom, hogyha itt vagyunk, kiszedem inkább. Az jó, hogyha van bőven szenünk. Jó. Megvan minden szín. Sapling. Hol láttam még olyan fátya ott lent? Meg ezen a szigeten. Hát kösz, oda nem mászok most át. És megint nincs helyem. Felszedtem a földet. Ja. Nem dobott szeplinget? Nem már. Ó, de ott van egy. Úristen. Hát ez... Hű, de nagyon sok. Mindegy. Ó, lent van még. Kettő, három darab. Na, ez már nem rossz. És ennyi fa volt itt. Vagy a szigetre kéne átmásznom, vagy le... Mindegy, három szepling az már szerintem elég nekem. Induljunk haza. Meg kezd fogyni a kaja szintem, nehogy ebbe halljunk bele a végén. Elültetjük ezt a három fát, meg a többi fát, és akkor... itt van egy nagy fehér erdő, mindig elfejtem a nevét, mi az nyírfás erdős rész. Mindegy, van már szeplingünk, úgyhogy... Na, majd legközelebb. Most jó... erdőtűz! Mi a franc? A láva miatt. Ó, legalább a fát azt ki tudom vágni, és haza tudom vinni. Na, ez tök jó. Tök jó jött ez az erdőtűz. Mondjuk egy pár darab fát elpusztított, de... De mindegy. És szerzünk ebből a sima fából is egy csomót. Még ami nem kell nekem. Talán rohadt hús. És viszek haza tojást helyette. Hát inkább, mint a rohadt hús. Csirke! Nincs nálam Flint and Steel. Tudnék kaját csinálni. Menj bele a lávába, csirke, hajj meg. És akkor meg tudlak enni. Ó, de buták vagytok. Ne erre menjetek. Gyere. Gyere. Nem fog fájni. Ez működni fog. Az a baj, túl okosak a csirkék szerintem.
Mennyi oda! Miért jönnek ide fel? Mi a franc alatt, hogy fel kell oda menni? De mi a... Ez az! Csak a húst ezt nem szereztem meg, mi? Jó, mindegy. Még mielőtt lemenne a nap, el kéne indulni hazafele. Nem szenvedni itt egy csomó ideig. És már otthon inkább kajálok. Ha lett volna nálam Flinten Steel, talán meg lehetett volna oldani, de inkább nem húzom az időt. Jó, induljunk szerintem haza. Még időben. Szavasz, csirke! És remélem, hogy nem tévedek el. Az a baj, hogy kéne aludni egyet. Gyorsan. Ó, szevasz, malac! Jó helyen alszok a méhek mellett, de mindegy. Csak nem zavarja őket ez. Ó, és merre... Merről jöttem? Merre kéne mennem? Erre kéne mennem. Aha, látom már a sivatagos hegyemnek a tetejét. Ó, te jó Isten. Ah, és hazaértünk, ez az! Szevasz, aranyos! Na, gyorsan elültetem a fákat. Ó, már egy pár ki is nőtt, ez tök jó. Egy, kettő, három. Meg ebből a fából is hoztam. Egy, kettő, három, négy. Elültetem inkább mindet. Egy, jó! Több fánk nincs. És még lefutom ezt a fél kajámat. Áh, gyorsan. Ez az. Szevasz, Kancsi. Ah, pont hazaértem addigra, mire három kaja izém lett. Csirkem, csirkeszár, csirke, mi az? Ami a kaja szintet mutatja. Van-e valamilyen kajánk? Vagy nincs? Akkor viszont sütni kell ki, hogyha nincs. Mindegy, milyen húsunk van. Nyers bir... Ez miért van külön? 20 darab birkahús. Ne, ezt megsütöm. Ez jónak tűnik. Jakóba nem lehet. Ez jónak tűnik. 1, 2, 3, 4, 5 darab szén talán elég lesz. És addig a cuccainkat kéne pakolászni. Jó? Volt még nálam 4 darab könyv. Mi a franc? Nyersarany, most már van majdnem 40 nyersaranyunk. Restonom még nem is volt, de. Jó. Még két alma, tojás. Fénylő tintazsák. Na ebből mit lehet csinálni? Erre kíváncsi leszek majd. Lazurit. Lett még több lazuritunk, csak nem tudom hova rakni. Rakom ide addig. Még több vas, mondjuk ez maradhat nálam. Fa is marad nálam majd építéshez. Ez a három fajta fa szerintem elég lesz bőven. Mély pala. A habban már van 264, akkor ezt gyűjtöm ide. Sok vas! Nagyon sok nyers vas, ezt el kéne kezdeni kiégetni. Rakok bele 25 szenet majd. Már úgy is még van, vagy 264, amit ki kell égetni. Gyerek kaja! Ah! Sült birka hús! Ah! De jó! Nyami. Szóval. Hú, és már nem vagyok éhes végre. Van még nálunk fákja, az marad. Nyers rész. Ezt valamit kezdünk vele valamikor, ez maradhat. Puskapor. Meg zúzott kő, jó.
Szerintem ennyi lett volna ez a rész most egyenlőre. Bocsik, hogy egy picikét így elvándoroltam, meg így bányázgattam, de hát... utamba esett a bánya, tehát hogy... utamba állt a bánya, és nem engedett tovább. De ugye már régóta akartam bányászni, úgyhogy ez a rész most egy kis bányászós rész volt. Következő részben addigra biztos megnőnek a fák is, ültetek még majd addig el. Elkisülnek ezek is, kajám is lesz. És következő részben megcsináljuk ide a faházat. Ezt kibővítjük, vagyis hát kiszedjük innen ezt a kis szikla valamit. És a kész a házunk. Utána megyünk és befejezzük a bányának a második felét, vagy azt a részét, ahol még nem voltunk, ahol az a kristály volt. Meg valahogy megcsináljuk a XP farmot, vagy csak kivilágítjuk és megjelöljük, hogy hol van. Utána menni kéne a Netherbe is. De még előtte egy jó cuccot össze kéne rakni magunknak. Plusz még fel kéne fedezni azokat a helyeket is, amik a térképen még nincsenek felfedezve. Úgyhogy van még mit csinálunk, a lényeg az annyi. Úgyhogy ha tetszett ez a rész, mindenképpen dobáld meg lájkokkal a videót, iratkozz fel. Meg írj kommenteket, hogy miket csináljak még, merre menjek, mi legyen a következő videóban, stb. Úgyhogy ja. Találkozunk a következő részben nem sokára, addig is, sziasztok!